A közösségi kert program hogyan néz ki a várban? Valahogy ez olyan furcsa, furcsa nekem elképzelni, hogy ott van a vár, annyi ostromot túlélt, és akkor ott kertészkednek az emberek? Hogy van ez? 7-szeres túljelentkezés volt a közösségi kertünknek az ágyásaira, ami nem pontosan a várban van, hanem közvetlenül a vár alatt, és a Kunidomokos utcában, a déli pályaudvar mellett egy önkormányzati foghítelken, mellette két nagy tűzfal megy föl, és a kertészeti cégünk az egy csodálatosan szép kis közösségi kertet alakított ki, magas ágyásokkal, üvegházakkal, mosdóval, mindenféle lehetőségekkel, sőt a környező társasházak is megállapodott, azoknak a házaknak a tetejéről lecsorgó víz egy vízgyűjtőbe megy a telek alatt, és ezt öntözésre tudják használni a közösségi kertnek a használói. És amire külön büszke vagyok, hogy van két nagy ágyás a közösségi kertben, amit az egyik kerületi iskolának az ökoszakköre, és a kerületi idős kluboknak a nyugdíjas közössége együtt gondoz.